Margarida asszony mindent tud, s titeket is megtanít rá. Először is, minden jelző érti mindenki. A dolgok kicsik, nagyok, óriásiak, szűkek, nehezek, nyitottak, zártak, iszonyatosak, vérvörösek. Tessék, ilyenek a dolgok. Minden csak jelző, semmi egyéb. Na, és mit csinálnak a dolgok? Beleütköztök az utcán egy járókelőbe. Rögtön azt kérdezi, na, mit csinálnak a dolgok? Ez sem probléma. Amit a dolgok és az emberek egymással csinálnak, azt úgy hívják, hogy ige. Ha ezt megértitek, mindent tudtok. Ige nélkül tilos bármit csinálni. A legfontosabb igék meggel kezdődnek. Megcsókolni, megtanulni, megőrülni, tűrni, várni, szenvedni, ordítani, enni, inni, aludni, magolni, érteni, ölni, szenvedni, sírni, szeretni, és elfelejteni, és végül élni. Aztán következnek a következők. Túlélni, remélni, elhagyni, 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 és megöregedni, és aztán jön a rettegni, és aztán a meghalni. És van még egy álmodni. Minden. Igen. Megértettük egymást. Ezt csinálják egymással a dolgok és az emberek. Igéket csinálnak. Na és mit gondoltok, hogy hívják őket? Hogy hívják azt, ami jelző létére határozon igél? Feleljetek, drága gyermekeim! Az időt sürget, mindjárt csöngednek. Egy, kettő! Hogy hívják azt, ami jelző létére határozon igél? A főnév! A dolgokat a főnév különbözteti meg. Ettől ez fejük, vagyis följük. Van-e fejneve, vagyis főneve az élettelen tárgyaknak is? Hát persze, osztály, tanárnő, iskola, nyolcadikosok, ablak, madár, virág, Margarida asszony, maga is főnév, akárcsak ti, ha ezt elfelejtitek, végetek van, a főnév nélküli világ, névtelen világ, ima titok, Margarida asszony fejtette meg. Veszünk egy fonalat, a gondolat fonalát, felfűzzük rá a főnevet, határozott igét. Így készülnek a szép mondatok, ingyen vannak, mégis felékesítik a csendet. Csend, le, nyel, itt Margarida asszony parancsol! Margarida asszony parancsol a főneveknek és az igéknek! Margarida asszony a jelzők királynője! Egész mondatok sorakoznak fel a parancsomra, minden mondat az enyém. S ha valaki ebben a házban talál egy mondatot, köteles haladéktalanul beszolgáltatni nekem, mert az is az enyém, a hatalom. Margarida asszonyé, minden az ő szavára mozdul. A történelem, a földrajz, a pedagógia, a biológia, szemantika, ballisztika, grafológia, meteorológia, pszichiátria, asztronómia, atomfizika, minden tudomány, a sugár, Mia, sugár, biológia, segítsetek, gyermekeim, az is lesz tenni, gyorsan, segítség! Bocsánatot kérek, Margarida asszony rohamot kapott, teória. Rohamot. A teória rögöt képezett a koronáriában. Bocsánatot kérek. Margarida asszony megígéri, hogy ez többé nem fog előfordulni. Margarida asszonynak nagyon kell vigyáznia magára, de nehogy azt higgyétek, hogy meg fog halni. Margarida asszony örökre köztetek marad. Margarida asszony nem hagyja abba a tanítást. Soha nem hagyja abba. Ma ti vagytok a soron, holnap a gyermekeitek, aztán a gyermekeitek gyermekei. Nemzedékek váltják egymást, de Margarida asszony mindig lesz. De már kicsöngettek. Margarida asszony már teljesen elfelejtette azt a bűzbomba ügyet. Bomba.
valamiféle bomba. Most szépen hazamentek, és végig gondoljátok, amit tanultatok. Margarida asszony azt akarja, hogy pihenjetek is. Az élet nem csak tanulásból áll. És próbáljatok meg mindig jót cselekedni. Csak akkor lehet boldog az ember. Próbáljatok meg jót cselekedni. Viszontlátásra a következő órákon. Viszontlátásra.